Tisztelt emlékezők, kedves elvtársaim! A Magyar Királyi Országos Meteorológiai Intézet jelentése szerint 1923. március 21-én Budapesten reggel 0 fok volt, amely 2 órára 13 fokig emelkedett. Derűs, nyugodt idő volt, igazi, szikrázó tavaszi nap. Ezen a napon született a Magyar Szocialista Párt első elnöke, Nyers Ezső. Ennek éppen 100 éve. Ez alkalomból vagyunk ma itt, Óbudán, a sírjánál, hogy fejet hajtsunk emléke és munkássága előtt, és gondoskodjunk arról, hogy a mostani és az eljövő korok számára is feljegyezzék sosem múló érdemeit. Göröngyös életút volt az övé. Szülei munkások voltak, ő maga is először nyomdaipari szakiskolába járt, később betűszedőként dolgozott, készíteni és olvasni is szerette a könyveket. 1940-től tagja lett a Szociáldemokrata Pártnak, majd 1942-ben a szakszervezetbe is belépett. Valódi politikai karrierje ott, a szakszervezetek világában kezdődött, ahol filozófiai előadásokat tartott. Életútja során sokszor szembesült nehéz döntésekkel, de ő sohasem könnyebb utat választotta, akkor is hülyen viselte elveit és nézeteit, amikor azok éppen nem voltak divatosak a politika kifutóján. 1956-ban diplomája megszerzése után miniszteri tálcát kapott. Kötelességtudatát jól jelzi, hogy feladatait azután is ellátta, mikor már nem volt a kormány tagja. A 60-as években a nagy hatású reformok egyik vezéralakja lett. Nevéhez fűződik az új gazdasági mechanizmus kidolgozása, amelynek hatékonyságát még politikai ellenfele is elismerték. Nyers Ezső ugyanis szociáldemokrata módon volt reformer. Terve már akkor is az volt, hogy az ország gazdasága mellett a pártját is megreformálja. Egy modern, a szociális piacgazdaság és a jóléti állam megteremtését célzó átalakulást tekintett a párt stratégiai céljának. Az MSZMP központi bizottságának 1989. júniusi ülésén az MSZMP elnökévé választották, ezért lemondott államminiszteri tisztéről. 1989. szeptemberében az MSZMP nevében ő írta alá a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon kötött megállapodást. Az 1989. októberi átalakuló kongresszuson a Magyar Szocialista Párt első elnökévé választották. Halála mai napig hatalmas veszteség a baloldal számára. Hiánya főleg abban a szociáldemokrata politikai térben mutatkozik meg, amelyért egész életében dolgozott. Ő már nincs velünk, de mi itt vagyunk, lehajtott fejjel, tisztelettel emlékezünk, de tiszta, igaz szívvel követjük az utat, amit munkásságával kijelölt. Mert őrizzük a lángot akkor is, ha metsző jobbos szelek elfújnák. Őrizzük és visszük tovább.